Készítsünk egy olyan béket, ami ugrani is fog. Kezdjük az alaphajtással, egy látóhajtás a színes oldalon. Kinyitjuk a papírt, még egy átós hajtás, ugyanaz az oldalon. Majd megfordítjuk a papírt, és a fehér oldalon két felező hajtás. Ennek azért van jelentősége, mert amikor ezt a papírt össze szeretnénk hajtani, akkor nem mindegy, hogy melyik oldalon vannak a átós hajtások, tehát ezek meg így fölfelé kérezkednek, a felező hajtások meg lefelé, és így tudom ügyesen összehajtani úgy a papírt, hogy az a forma jöjjön ki, amit én szeretnék. A két alsó csúcsot, de csak a felső réteget fölhajtom a háromszög felső csúcsához. Minden hajtásvonalat jól leélezek, az segíti a pontos modellnek a formáját. Majd egy fagyi tölcsérszerű hajtással ide a felező vonalhoz hajtjuk mind a két oldalt. Ha egy kicsit keményebb a papír, akkor addig nem hajtjuk le, amíg minden csúcs, vonal, él, oda kerül, ahova én szeretném. Utána már lehet. Akkor nem csinálunk felesleges hajtás, és a modell szép lesz. Megfordítom a béka. Jó. A felező vonalhoz most a lábát alakítjuk ki a békának. Lefelé hajtjuk. A másik oldalt is. Aki egy kicsit ügyetlenebb, mint ahogy most én csinálom, nyugodtan teheti az asztalra. És miután még a nem ilyen vastag a békalába, és még ezt is szeretném felezni, ezért nagyon ügyesen megpróbálom a szélére hajtani. Ezt a békát érdemes keményebb papírból, mert ha azt szeretnénk, hogy ugorjon, akkor ugye ezt nem egyszer ugratjuk, hanem nagyon sokszor. És ha keményebb papír, akkor sokkal kitartóbban fogja azt tenni, amit mi szeretnénk. Jó, most kaptunk egy ilyen formát, viszont teszünk bele egy olyan hajtást, amit ilyen cikcak hajtásnak hívunk, hogy egyszer földobom a lábát a feje tetejéig, de nem teljesen, tehát ez az arány egész kellemes, mert így lesz jól ugratható, és semmi más dolgom nincs, csak ezt a papírhosszúságot megfelezni. És elvileg kész is van a békám, hogy legyen még egy kis formája, ebből kialakítható a szeme. És már ugorhat is a béka.